Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon sokan eljöttek, amit külön köszönök. Nagyon sok kollégám megállított a héten azzal, hogy nagyon érdekes a téma, nem értik a címet. Jólét és jólét, mi lehet a titka a tartós női egészségnek? Ugye az nem titok, hogy a 20. század, meg reméljük a 21. század is, bár az elmúlt hetek történései nagyon nem erről szólnak, azzal volt tele, hogy egy picit elkezdtünk jobban élni, úgy emberiség szinten. Ez a jólét, ez magával hozta azt, hogy egyre igényesebbé váltunk, egyre inkább odafigyeltünk, és egyre inkább azt szerettük volna, hogy ez az egészség, ez a jólét, ez tartós legyen. Ezzel párhuzamosan elsősorban Európában és Észak-Amerikában emelkedett a várható élettartam is, és egy elvárássá vált az, hogy teljesen mindegy, hogy valaki 20 éves, 30 éves, 60 éves, 75-ös, 80 éves, jól érezze magát a bőrében, egészséges legyen, és ezt a mindennapokban is megélje. A kérdés az az, mert hát ez most mégiscsak a Debreceni Egyetem Science Café sorozata, annak a 8. idei része, hogy a tudomány mit tud ehhez hozzátenni. Hát ugye elsőként azt mutatnám be, hogy tőlem sokkal izgalmasabb emberek is foglalkoztak már ezzel a témával, de végignézve a filmet arra kell, hogy utaljok, hogy Mel Gibsonnak sem sikerült megérteni az, hogy hogyan is működik a női lélek, hogy mi kell a nőnek, és mi kell a nőnek ahhoz, hogy tartósan egészséges maradjon. Úgyhogy ezek után elég nagy feladat hárul rám. Ha egy tudós ember, bár én inkább klinikusnak tartom magam, de foglalkozunk tudománnyal is, nem tud valamilyen kérdést megoldani, akkor évszázadok óta ilyen okkult tudományokhoz fordul, mint az üveggömb. És hogyha belenézünk egy ilyen üveggömbbe, akkor megpróbáljuk azt meglátni, hogy vajon a tartós női egészséghez milyen fontos attribútumok kellenek. Segítségünkre van az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, aminek az európai irodája megállapított 17 dolgot, hogy szerintük ez a 17 dolog kell ahhoz, hogy egy nő jól érezze magát a bőrében. Ezeket én azért nem olvasom fel, mert nagyon erősen befolyásolt a nyugat-európai értékrend által, és nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon is pontosan ez kell ahhoz, hogy valaki egészségben és lelkileg is jól érezze magát a bőrében, de az biztos, hogyha megnézzük azt, hogy a WHO mi az a két dolog, amit kiemel, hogy mindenképpen fontos a női egészség szempontjából, akkor az a tulajdonképpen a jól lét, tehát ez a jó érzés, a teljes egészségre való törekvés, ami egy testi, lelki egészséget jelent, és a teljes női egyenjogúság. A kérdés az az, hogyha ezt így elfogadjuk, hogy ez az a két dolog, ami talán a legfontosabb ahhoz, hogy élethosszig tartó jól létben éljen valaki, akkor a kérdés az az, hogy valóban ezt szeretnék-e a nők, tehát, hogy a WHO-nak igaza van, vagy néhány aktatologató összeírt egy sort, és akkor szerintük ez a jövő. A másik kérdés pedig az, hogy a tudomány tud-e ehhez valamit hozzátenni, vagy egészen egyszerűen ezek olyan dolgok, amin belső dolgok, vagy családon belüli dolgok, aminek nincsen köze a tudományhoz. A mai előadásban valahol én ezekre szeretném a válaszokat megtalálni. A Debreceni Egyetemnek van egy lehetséges válasza erre, ez most itt durván a reklámhelye a munkahelyem irányában, és ez az egyik lehetséges válasz az az, hogy 5 évvel ezelőtt létrehoztuk a női kismerence gyógyászatot és helyreállító sebészetet. Én nem azt mondom, hogy egy ilyen nagyon orvosi és nagyon száraz hangzású valamicsoda fogja elhozni a nőknek a jóllétét és a tartós egészségét, csak azt mondom, hogy a tudománynak ez egy lehetséges válasza ezekre. Nemzetközi szóval ezt uroginekológiának hívjuk, hiszen valahol az urológia és valahol a nőgyógyászat határterületén mozgunk. Ha bárkinek jó fordítás ötlete van erre, ami az elmúlt években nekünk sikertelen volt, akármivel próbálkoztunk, mindegyik egy nagyon szerencsétlen szóvá alakult, akkor az előadás után egy kis cetlire írja fel és adja a kezembe, mert nagyon hálás lennék érte. Minden esetre 5 éve működik a női kismedence gyógyászat és helyreállító sebészet, azaz uroginekológia a Debreceni Egyetemen. Meg szeretném egy picit közelíteni azt, hogy hol helyezkedik el ez általában a tudományterületek között, hiszen jó magamnak szülésznőgyász végzettségem van, 16 éve dolgozok a szülészeti és nőgyászati klinikán, és én is abban nőttem fel, hogy hát a szülészet, nőgyógyászat, az, ahogy a neve is mutatja,
szülészetből és nőgyógyászatból áll, és itt a vége a történetnek. Aztán szépen lassan ráébredtünk, hogy a nőgyógyászati onkológia az egy teljesen külön terület, és ma már tanszék van, külön szakvizsga van, tehát biztos, hogy ez. Bennem mindig volt egy kis hiányérzet, és sok évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy megtaláljam azt a negyedik lábát ennek a széknek, amitől nem billeg az egész történet, mert ha a klasszikus szülészetet, nőgyógyászatot és nőgyógyászati onkológiát, tehát a daganatokkal foglalkozó nőgyógyászatot egybevesszük, akkor valahogy nem jön ki belőle az a teljes egész kép, hogy képesek vagyunk tudományos szemlélettel, regionális vezetőként foglalkozni azzal, hogy valójában teljes egészségben éljen egy nő ma 2022-ben Debrecenben, és én nagyon örülök neki, hogy ezt mi megtaláltuk, vagy azt gondolom, hogy ebbe az irányba megyünk, és ez a széknek a negyedik lába, ez a kismerencei helyreállító sebészet, ez az uroginekológia. Na most mivel foglalkozunk mi? Tehát mi az, ami mögött a szó mögött rejlik? Összesen négy dolog, és törekszem rá, hogy ne legyen nagyon száraz az előadás. A kismerencei süllyedéses kórképek, prolapszus idegen szóval, amikor valami úgy lent nincsen jó helyen. Ott van a hüvely, de kidudorodik valami, tágabbnak érezzük, szűkebbnek érezzük, szülés után nem olyan, mint volt, a változókor után nem olyan, mint volt. Minden olyan dolog ide tartozik, amikor valaki nincs lent magával megelégedve. A következő az inkontinencia, és erről lesz majd nagyon részletesen szó, mert akár mikor az elmúlt években bármilyen szakmai vagy nem szakmai fórumon beszéltem arról, hogy mi mivel foglalkozunk, gyakorlatilag általában mindenkit az inkontinencia érdekelt, úgyhogy szépen lassan megtanultam, hogy ezzel sokat kell foglalkoznunk. Hozzánk tartoznának a nőgyógyászati eltéréshez köthető szexuális diszfunkciók és a kismerencei fájdalom. Nekem az első kérdésem, amikor mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, az volt, hogy hogy veszi a bátorságot valaki, hogy összegyűjt egy pár betegséget, és akkor közli, hogy ő most már egy külön szakma. Egyébként valahogy így indult, amikor mindenki belgyógyász volt, de aztán lettek gasztroenterológusok, hematológusok, stb. És ma már, ha valaki azt mondja, hogy megyek a gasztroklinikára, vagy elmegyek gasztroenterológushoz, akkor mindenki tudja, hogy nem hajhullásról van szó, hanem fáj az illetőnek a kis hasa. Hát az egyik, ami számunkra nagyon fontos tényező, hogy ezt mi külön szakmának gondoljuk, az az, hogy ha valaki elég ideig él, körülbelül 70-80 évig él, akkor annak az esélye, hogy valamilyen hozzánk kötődő problémával találkozik, több mint 50%. Ezt én normális nyelven úgy mondanám, hogy inkább lesz ilyen baja, mint nem. És ez egy óriási szám, akkor, amikor arról beszélünk, hogy bizony a vakbél milyen gyakori, meg a mandula eltávolítás milyen gyakori, sehol nincs ezeknek a kórképeknek a gyakoriságához képest. Ugye ezt szépen úgy mondják, hogy az élettartam prevalenciája ezeknek a kórképeknek meghaladja az 50%-ot. Hát ez miért baj? Hát ez azért baj, mert hogyha megnézzük Magyarországnak a korfáját, akkor nem igazán egy fiatalodó társadalom képét látjuk, hanem azt látjuk, hogy a ratkó gyermekek ma már ugye 60-as, 70-es éveikben vannak, az ő unokáik is elkezdenek felnőni, alig van utánpótlás, a korfa finoman szólva is nem ideális alakú, ugye nem egy Vietnámról vagy egy Tájvanról van szó, felfelé szélesedik, és ha megnézzük a Központi Statisztikai Hivatal projekcióját, akkor azt láthatjuk, hogy bizony a helyzet az elkövetkezendő évtizedekben sem lesz jobb. Mi történt még a társadalmunkban, ami miatt fontos ezekről beszélnünk? Ahogy mondtam, a 20. században, ahogy múlnak a háborúk, most éppen nem ezt látjuk, de reméljük, hogy múlnak előbb-utóbb a háborúk, ugye megjelentek az antibiotikumok, fejlettebbé vált az orvostudomány, egyre jobb módúakká váltak az emberek, és egyszerűen igényesebbekké váltunk, és mindenki azt gondolja, hogy az ő egészséghez kötődő életminősége igenis legyen magas. Hogyha valaki nem lát, akkor vesz egy szemüveget, kontaktlencsét, megoperáltatja. Hogyha valakinek fáj a dereka, akkor elmegy reumatológushoz, csontkovácshoz, valahova. Tehát egyszerűen beleszoktunk abba az elmúlt 100 évben, hogy igenis akarjuk azt, hogy mi jó módban élhessünk. Az igazi baj az, hogy ezek a fogalmak, vagy ez a két terület egymással teljesen ellentétes hatásban áll, és ezt valamilyen módon fel kell oldani. Tehát az nem működik, hogy egyre tovább élünk, de egyre jobban elvárjuk, hogy egyre jobban éljünk. Ezek teljesen egymással ellentétes fogalmak, és mi azzal foglalkozunk, hogy valahogy ezt az ellentmondást feloldjuk.
hogy tovább hangsúlyozzam a témának a fontosságát, szeretnék néhány információt adni az inkontinenciáról. Az élete során, és nem a levegőbe beszélek, de ezekről mind-mind tanulmányok vannak, a nők mintegy fele tapasztalja valamilyen tünetét az inkontinenciának. Hogy ez szülés után van, hogy ez alkoholos befolyásoltság alatt a buliban, amikor nevettetik, hogy ez a változókorban van, az teljesen mindegy, tapasztalja, tehát legalább 50%-a a nőknek tapasztalja az inkontinenciát, ami egy hatalmas szám. Nem csak az egyén szintjén van probléma, óriási összeget emészt fel az inkontinenciának a megoldása, a gyógyszerek, a betétfelírás, a munka, a kiesett munkaórák száma. Sajnos magyar adat nincs, de az Egyesült Államokból tudjuk, hogy megdöbbentő pénzösszegbe kerül az egyénnek is, az adott betegnek, a családnak is, és az ellátó rendszernek is. A korfa nem csak Magyarországon nem ideális, nem csak itt születik kevés gyerek, itt hál' Istennek az elmúlt években egyre több gyermek születik, és hát egy-egy rosszabb szülőszobai éjszakán én nem is érzem, hogy olyan nagyon kevés gyerek születne, hál' Istennek. De Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban viszont igen komoly a baj, ezért egyre idősebb a társadalom, és ezért azt gondoljuk, hogy nagyjából az elkövetkezendő évtizedekben nagyjából egy 35%-os bővülést várunk ezeknek a betegeknek a számában, akik ilyen jellegű ellátást igényelnek. Tehát, hogyha egy intézmény értelmesen előre gondolkodik, és így egyrészt remélem, hogy ilyen a Debrecen Egyetem, másrészt remélem, hogy ezt bárki is hallgatja ott, és akkor most elmondom neki, hogyha abban gondolkozik, hogy jól ellássuk ezeket a betegeket, akkor ebbe az irányba kell fejlődni. Csak az Egyesült Államokban évi 400 ezer műtét történik úgy, hogy a betegek legnagyobb részét nem is kell megoperálni, hiszen kismedencei tornával, gyógyszerekkel, stb. Remekül kezelhető egyébként az inkontinencia. És ami engem leginkább sokkolt az az, hogy egy nő élete során 11%-os eséllyel esik át valamilyen ilyen jellegű műtéten. Ez 10-ből egy nő, ez borzasztó, ez nagyon sok, és amikor ebből felocsodunk, akkor folytatjuk a mondatot, és azt mondjuk, hogy és aztán ezeknek a hölgyeknek a harmadát, aztán újra kell operálni, meg újra kell operálni, meg újra kell operálni. Tehát ezek borzasztó dolgok, magyarul annak valahol az elején kell megfogni az inkontinenciát, mert utána besodródunk egy olyan spirálba, ami nem lehetséges. Hölgyeknek szól az előadás, de én meg fiú vagyok, ezért hoztam sportolós hasonlatot is, és az uroginekológiában nem annyira járatos, viszont a jégkorongban annál járatosabb Wayne Gretzky, ugye azt mondta, hogy nem ott kell játszani, ahol éppen zajlik a játék, tehát ahol a korong van, hanem oda kell mozogni, ahova majd a korong fog menni. Magyarul, hogyha mi a jövőbe tekintünk, akkor most nekünk ezekről a korképekről valamilyen módon tudományosan beszélni kell. Pici történeti áttekintés, valahol a 70-es években indult ez az Egyesült Államokban, hogy külön tanszéket hoztak erre létre, a Németországban már külön, tehát a Berlinben külön klinikai épület van, a legtöbb helyen tanszékek vannak, és akkor 2017-ben az Egyesült Államokból hazajött Takács professzor úr, és az ő segítségével amerikai mintára, ezek 5 évvel ezelőtti képek, mindannyian öregedtünk, ők egy kicsit jobban, a kollégáim én kevésbé, megalakult ez. Az előadásnak ennyi negyedórás bevezetés után 2 része lesz. Az első része az az, hogy az inkontinenciáról fogunk kicsit mélyebben elbeszélgetni, mert én szeretnék mindenkinek biztatást és hitet adni abban, hogy érdemes ezzel szakemberhez fordulni, mert ma már nem úgy néz ki, elvileg nem úgy kellene, hogy kinézzen az ellátás, hogy bejön a beteg, írunk egy támogatott betétet, és hazamegy, hanem megpróbálunk valami segítséget nyújtani. Az előadás végén pedig újra bele fogunk nézni közösen ebbe az üveggömbbe, hogy vajon tudományos értelemben a nőgyógyászat most merre halad, és néhány érdekességgel szeretnék szolgálni. Ahhoz, hogy a vizelet inkontinenciáról el tudjunk beszélgetni, muszáj egy picit belemennünk abba, hogy milyen típusú vizelet inkontinenciák vannak. A vizelet inkontinenciának a meghatározása az pofon egyszerű. Minden akaratlan vizeletvesztés vizeletinkontinenciának számít, és ez azért zseniális szerintem ez a megfogalmazás, mert nem kell hozzá orvos, nem kell hozzá senki.
egy nő otthon el tudja dönteni magáról, hogy ő inkontinens vagy nem. Tessenek belegondolni, hogy milyen jó ez a betegség, hiszen nem arról van szó, hogy valaki otthon nem tudja azt diagnosztizálni, hogy neutrofil granulocitáiban valamiféle eltérés van, mert éppen nincs otthon egy komplett labor és csontminta vevőszettje, hanem arról van szó, hogy bocsánat a kifejezésed, de belenéz a bugyjába, és azt mondja, hogy én inkontinens vagyok, és akkor ezzel orvoshoz lehet fordulni. Tehát a páciensek oldaláról tulajdonképpen csak a hit kell ahhoz, hogy elmenjenek orvoshoz, mert otthon jól tudják ezt diagnosztizálni. Három fajta inkontinencia létezik, igazából kettő. Az első az a terheléses inkontinencia, vagy stressz inkontinencia. Mindenhol stressz inkontinencia néven fut, de én ezt azért nem szeretem, mert amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, bejött a páciens, és mindig ugyanaz zajlott le, önnek stressz inkontinenciája vagyok, nem vagyok ideges. És ez mindig megbeszéltük, hogy ez nem az a stressz, amit magyarul stressznek nevezünk, hanem az angol nyomás szóból ered, amikor valamiféle nyomás éri az alsó részeket, és erre megjelenik a vizelet, ezt hívjuk terheléses inkontinenciának, a késztetéses inkontinencia, és itt érdemes egy kicsit ízlelgetni, és ugye csak a Science Caféban vagyunk, és biztos volt nyelvi előadás is, hogy mennyire szép a magyar nyelv, késztetése van rá, hogy elmenjen pisilni. Nagyon nehéz kérdés, hogy hol van a betegségnek a határa, hogy hol van az, hogy a lányok akármikor megáll a busz a benzinkúton, elmennek pisilni, és ez meddig normális, meddig van az, hogy a lányok járnak pisilni, és mikortól van az, hogy ez már kóros. Én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek ez az életét befolyásolja, ha valaki nem tud normálisan dolgozni, ha valaki nem tud úgy elmenni Budapestig, hogy ötször vagy háromszor meg kellene állni, az bizony kóros, és akkor a kevert inkontinencia, amikor nem tudjuk megmondani, hogy miről van szó. Gyakori az inkontinencia? Ugye megbeszéltük, borzasztó gyakori az inkontinencia. Hányan vannak Magyarországon inkontinensek? Fogalmunk sincs. Miért nincs fogalmunk? Mert egyszerűen az elmúlt évtizedekben nem mérte jól fel ezt a szakma, de hogyha hiszünk a nemzetközi adatoknak, akkor valahol 7-800 000, 1 millió fok körül lehet a magyar inkontinens betegeknek a száma, de az, hogy 500 000 van, az biztos. Ugye mi abban nőttünk fel, hogy mondták, hogy Magyarország az 1 millió alkoholista országa, és akkor az egyetemen tanultuk, hogy még ebből is van 500 000, meg abból is van, és akkor ezeket összeadogattuk, és arra gondoltam, hogy úristen, egy 30 milliós országban élünk, mert ennyi beteg sehol nincs a világon. És aztán átkerültem a másik oldalra, és most én is azt mondom, hogy 500 000 vagy 1 millió inkontinens nő van Magyarországon, de egészen egyszerűen ezt mutatják az adatok. A baj az az, hogy a legtöbben még mindig a víz alatt vannak, a legtöbben még mindig otthon ezt tartogatják, és legjobb esetben vesznek a DM-ben vagy valahol egy betétet, és a felismert esetek ennek a töredéke, és hát azt remélem, hogy a mai előadás után, akinek vannak ilyen panaszai, vagy akinek az ismerősének vannak ilyen panaszai, jobban el fognak menni orvoshoz. Miért baj az inkontinencia? Azért baj az inkontinencia, mert nekem meggyőződésem, hogy tönkre tudja tenni egy embernek az életét. Nem beszélünk a férfiakról, mert nőgyógyász vagyok, és akkor majd az urológusok kritizálni fognak, hogy én miért beszélek a férfiakról, de hát azért az engedtessék már meg, hogy ez nem csak a nőknek a betegsége, hanem igenis a férfiaknak a betegsége, ők kevesebben vannak, náluk is a férfi változókor után jellemző jobban, de minden esetre inkább a nőkre jellemző. Hogy teszi tönkre valakinek az életét az inkontinencia? A mindennapi életére súlyos befolyással van. Elmondják a páciensek, hogy ő úgy megy boltba, hogy megtervezi az utat WC-től WC-ig. Tudja, hogy a Fórumban, a Spárban, a Tesco-ban, a stb. Hol van WC? Volt olyan beteg, aki mondta, hogy mikor takarítják, mert akkor fog menni. Tehát megtervezi, ez nem normális, nem mehet el az ember egy kiló kenyérért szabadon, ez rossz dolog. Ha szabadidős tevékenységet tönkreteszi, ő nem megy el buszos kirándulásra a barátnőkkel, mert miatta kell majd megállni, és akkor kellemetlen lesz. Nagyon kevesen tudják, hogy a kezeletlen inkontinencia 30%-os eséllyel vezet depresszióhoz. Mert izoláltság jellemző, mert inkább otthon marad, mert inkább nem mozdul ki, és talán az egyik leginkább érintett, hát domain, így hívják ezt szép szóval, az egyik leginkább érintett életrész az a szexuális együttlétek. Amikor olyan félelem alakul ki a férfiban vagy a nőben, hogy súlyosan károsítja a párkapcsolatot, a családot is akár, és mivel
olyan betegségről beszélünk, ami döntően idősebbeket, de fiatalokat is érint, ez rendkívül fontos, és még a munkaképes korúak közül nél ki kell azt emeljük, hogy a produktivitás is nagy mértékben csorbát szenved. Mindenki tudja, hogy egy súlyos reumatoid artritis valaki gyakorlatilag munkaképtelenné tesz, ugyanilyen mértékben gond az inkontinencia is, csak hát ez tabu téma, meg ez lenti dolog, meg ez nőgyógyászat, meg erről nem beszélünk, és ezt nem fogjuk a munkahelyen elmondani, hanem inkább rossz produktív állapotban töltik a mindennapokat. Muszáj ilyen képeket mutatnom ahhoz, hogy ez átmenjen ez az információ, tehát a terheléses inkontinencia akkor alakul ki, amikor valaki erős, valamiféle hasprés, valamiféle erőkifejtésben van, és el kell azt képzelni, hogy valaki az, ez egy olimpiai kép, valaki az olimpiára 4 évet, 8 évet, akár egy egész életet készül, meg tudja emelni a súlyt, mindenki nagyon büszke rá, és mindenki arról beszél, hogy ő bepisült, nem az, hogy hány kiló súlyt emelt meg. Ez megalázó egy sportoló számára, és megalázó egy nő számára is. A másik képen pedig egy viszonylag ismert latin-amerikai énekesnő van, akit szintén nem azzal került be az újságokba, hogy ő mennyire szépen énekel, és mennyire tele vannak a stadionok a koncertjén, hanem egy szórakozó helyen egyszerűen nem tudta kiállni a WC-nél még a sztár sem a sort, és bepisült ez a késztetéses inkontinencia. Megint arról van szó, hogy az inkontinencia annyira elveszi a figyelmet a valós, helyes dolgokról, hogy muszáj róla beszélni. A terheléses inkontinenciának a típusos dolgai, a futás, a szexuális együttlét, bármilyen ugrálás, a trambulinozás az unokával, bármilyen erőkifejtést, de sajnos sok olyan betegünk van, aki, hogyha fellép a vonatra, akkor már ez áró mechanizmusok nem működnek, és elcsorog a vizelet. Ez a terheléses inkontinencia lényege. Mint minden inkontinenciában, és szeretném, ha a mai előadásból ez jön neki, itt is van segítség, itt is van megoldás. Az első lépés, sokat beszéltünk a műtétekről, de hogy mennyire nem így gondolkodunk, tehát ma már egy ezzel foglalkozó orvos nem így gondolkodik, és az elmúlt években regionálisan én végeztem a legtöbb inkontinencia ellen műtétet, és én is azt mondom, hogy nem kell mindenkit megoperálni, és nem a műtét az első, és nem ez a lényege az egésznek, hanem az első lépések a különböző életmódbeli változtatások, a testsúly csökkentése, a diétás megfontolások nagyon fontos, a székrekedés, el se tudjuk képzelni, milyen erős összefüggésben van az inkontinenciával, el kell hagyni a dohányzást, általában minden, ami köhögő rohamokat válthat ki, a kismerencei torna, erről kellene külön egy óráig beszélni, de nincs annyi idő, meg nem is értek olyan módon hozzá, hiszen ennek külön szakemberei vannak, a hólyagtréning, és hát a gyógyszereket igazából még nem tudjuk, hogy ebben a típusú inkontinenciában milyen fontosak. Ha ez nem elég, vannak modern kezelések, lézeres és gélképző eszközök, fogunk erről részletesen beszélni, és ha ez sem elég, akkor vannak műtétes megoldásaink is. Amit a Debreceni Egyetemen leggyakrabban tétünk. Azért beszélek egy kicsit most a lézeres beavatkozásokról is, mert az inkontinencia mellett, amivel mindig mindenki kérdez, azok a lézeres beavatkozások. Ugye miért kell a lézerről beszélni? Ugye leginkább azért, mert nagyon menő dolog a lézer. Ez a szakmai közönségnek van, ez azt mutatja, hogy az ezzel foglalkozó cikkek 93-tól teljes emelkedésben mutatnak, és hát látszik, hogy a pácienseinket is érdekli, hiszen az inkontinenciára való keresések a Google-ben közel 60-70%-a az lézerre vonatkozik, közel 6 millió pontos találatot talál a Google, ami azért egy elég nagy szám. Hogy működik a lézer? A lézer működési elvének az alapja az indukált emisszió jelensége. Ezzel a Science Café mai legunalmasabb mondatán túl vagyunk. Az a lényeg, hogy energiát akarunk átadni. Miért akarunk energiát átadni? Ezek egyébként egy pici kiegészítés, hogy nagyon kevesen vizsgálták kísérletes körülmények között a lézernek a hatását, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Miami Egyetemmel együtt a mi munkacsoportunk az, aki a tényleg néhány cikk között van, mi ezt sima izom sejtenyészeteken vizsgáltuk, tehát merhetek önöknek erről beszélni. Tehát hogyan is működik a lézer? Lézer kezelések úgy működnek, hogy energiát adunk át a hüvelyfalba. Sokfajta lézer van, ez az, amit mi használunk, pici lyukakat fúrunk a hüvelyfalba, ami nem fáj, nem csíp, nem vérzik, nem éget, nincs semmi baj.
És ezek a pici lyukaknak a környezetében mintegy 60-70-80 fokos hő keletkezik, ami szintén nem érezhető, mert precízen egy számítógép által vezérelt mintázattal lőjük meg ezeket. Hát miért jó az, ha meleg a hüvely? Azért jó, hogyha meleg a hüvely, mert pontosan ezen a 60-70 fokon, itt látszik a mintázat, ahol lövünk, pontosan ezen a 60-70 fokon képződik kollagén és elasztin önmagától a szervezetben. Ebben a bevásárlóközpontban is lehet kollagén kapszulát kapni. Mi nem annyira vagyunk ennek a hatásáról meggyőződve, tekintettel arra, hogy szerintünk fel se szívódik, viszont ha rá tudjuk bírni a szervezetet, hogy ne a kozmetikus nyomja be a kollagént, hanem termeljen saját kollagént újra, akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen fiatalító hatással van mondjuk a bőrben, és ugyanígy a hüvelyben is, és ez óriási mennyiségű vizet köt meg, a hüvely megvastagszik, nedvesebbé válik, egyrészt a hüvelyszárasság kínzó tünetei csökkennek, másrészt ez a jobban alátámasztó hüvely, hiszen hol is vagyunk, a húcső alatt vagyunk, sokkal jobban funkcionál. Az eredményeinket, ez megint egy picit a reklám helye, az Egyesült Államoknak az ezzel foglalkozó társasága ilyen heti hírlevélben ki is küldte, és mi nagyon örültünk ennek, mert Debrecenből kevés ilyen szép eredmény születik. A másik típusú inkontinencia a késztetéses inkontinencia. Tehát volt a terheléses, és most jön a késztetéses inkontinencia. Elég erről annyit megjegyezni, hogy ez is rendkívül gyakori. Tehát, ha valakit zavar az, hogy túl sokszor jár pisilni, zavaróan túl sokszor jár pisilni, akkor bizony fel kell, hogy merüljön benne, hogy nincs-e véletlenül késztetéses inkontinenciám. Az élelmesebb hallgató felteszi a kezét, és azt mondja, ilyen sajnos így az egyetemen nem annyira történik, mert pici az interaktivitása a hallgatóknak, és azt mondja, hogy hát azt mondtad, Bence, hogy ha bepisilünk, az az inkontinencia. Nekem meg csak sokszor kell járni, de én nem pisilek be, csak sokszor járok. Akkor az inkontinencia? Hát ez a kivétel erősíti a szabályt, meg a mindenre van kiskapu országában élünk. Tehát kivétel azért erősíti a szabályt, mert ez az egy típusú inkontinencia van, amikor nem kell, hogy valaki akaratlanul elveszítse a vizeletét. Elég hozzá az, hogy ő túl sokszor jár pisilni, olyan sokszor, hogy ez tényleg tönkreteszi az életét, az előző hasonlattal élve meg kell, hogy tervezze az útját, a bevásárló körútját, ahhoz, hogy ez biztonsággal végigérjen. Ugyanoda jutunk, hogy azért gond ez, mert rontja az életminőséget, tönkreteszi a mindennapját, és innentől kezdve valamilyen reakciót erre nekünk ki kell váltani. És mi történik? Pisilni kell, el is megyünk pisilni, mert miért nem ennénk, összemegy a húgyhólyag tartósan, ami miatt újra pisilni kell. És ez folyamatosan erősíti és erősíti egymást, ebből nagyon nehéz kiszállni, de ma már modern gyógyszeres kezelések vannak rá, és emlékeztünk rá, hogy a terheléses inkontinenciánál az életmódváltoztatás után jöttek a lézerek és aztán a műtét, itt nem műtét van, hanem gyógyszerek vannak, és nagyon fontos elkülöníteni tehát a két típusú inkontinenciát, ha valaki köhögésre pisil be műtét vagy lézer, ha valakinek pedig nagyon sokszor kell járnia, akkor inkább gyógyszeres terápia van. Beszéltünk már az életmódváltoztatásokról. Ebből az ábrából egy dolgot kell levonnunk, hogy sokan azért nem szeretik ezeket a gyógyszereket, mert a régmúltban ezek nagyon komoly mellékhatással bírtak, szájszárasság, nem is működtek olyan jól, stb. Ezért mindenkit arra bíztatok, hogy akinek késztetéses inkontinenciája van, tehát túl sokszor kell járnia mosdóba, érdeklődjön, mert szó szerint mondom, hogy minden, mióta ezzel foglalkozunk, minden évben kijött egy új, nem gyógyszer, egy új hatóanyag. Tehát teljesen változik a szakmánk, és nagyon nagy a fejlődés. Már látjuk azt, nemrégiben jártunk nemzetközi kongresszuson, már látjuk azt, hogy mik azok az új dolgok, amik be fognak jönni. Úgy, ahogy a terheléses inkontinenciánál próbáltam egy érdekes kezelési modalitást, a lézert előhozni, úgy gondoltam, hogy a késztetéses inkontinencia az meg fog rám sértődni, ha itt is valami érdekességet nem tudok előhozni, mert valljuk be az, hogy nagyon jó gyógyszerek vannak, az annak érdekes, aki ilyen jellegű páciens, a többieket nem érdekli. Ami nekem a legérdekesebb, az az, hogy néhány évvel ezelőtt volt a Debrecen Egyetemen is ilyen kínai orvoslással kapcsolatos
szó sokszor, és én is olyan kis nyugati orvosként hitetlenkedve álltam ehhez, de rá kellett, hogy jöjjek, hogy azért ezekben van valami, hiszen a hólyagnak az akupunktúrás pontját, hogyha mi elektromosan stimuláljuk ezzel a készülékkel, a hólyagnak az akupunktúrás pontját, hogyha mi elektromosan stimuláljuk, akkor az a késztetéses inkontinenciában bizonyítottan jó hatásfokkal bír, és akár egy-két évre is ki tudja ezeket a tüneteket ütni, és nagyon nem mindegy, hogy valaki tartós gyógyszerszedő, vagy ezzel a kezelési móddal megoldható. Jelenleg ezt nem támogatja a társadalombiztosítás, így csak privát szférában érhető el. Egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó történet. Egy nagyon vékony tűt szúrunk be a lábba, és ehhez a nagyon-nagyon vékony tűhöz látszik, hogy a hölgy magának csinálja, tényleg nem fájdalmas. Én kipróbáltam saját magamon is ezt a tűszúrást, mielőtt ajánlottam, mert nőgyógyászként annyira bizarr volt nekem lábakat szurkálni, de ténylegesen nem fáj, illetve azért próbáltam ki az egyik kollégán, hogy az áramerősséget fel tudjam venni, és akkor megnézzük, hogy az mit csinál. Úgyhogy de a fiatal kollégáknak ez a sorsa. És akkor van hozzá egy ilyen készülék, ami pici áramütésekkel stimulálja a láb felől a hólyagot, nem éreznek fájdalmat, nincs vele probléma. Úgyhogy ez a PTNS nevű kezelés, amit már több alkalommal túlműködő hólyagszindrómában, székletinkontinenciában és krónikus kismedencei fájdalomban is jól használtunk. Pici érdekesség, hogyha valaki utálja a tűt, akkor várhatóan ez egy, hát nem ipari titok, de egy pár hónapja még az volt, várhatóan bejön ez a készülék is majd Európába, amikor egy nagyon pici 3 centis elektródát beültetnek a lábba, és onnantól kezdve csak este felcsatoljuk ezt a Bluetooth-on működő készüléket, ami tölti és átadja, ugyanolyan, mint a vezeték nélküli iPhone töltő, és ma már azért nagyon sokat fejlődik ebbe az irányba a tudomány. 35 percnél járunk, én megígértem magamnak, hogy egy ilyen 40-45 percnél nem lépek túl, mert bízok a esetleges kérdésekben. Ezért úgy, ahogy ígértem, volt egy bevezetője az előadásnak, ahol arról beszéltünk, hogy bizony ezekkel a kórképek alapvetően valószínűleg meg fogják határozni azt, hogy ténylegesen jó módban tudjuk leélni az egész életünket. Aztán volt egy szakmai rész, ahol kiemeltem az inkontinenciát, de ugyanígy tudnánk még legalább egy-egy órát, vagy napot, vagy hetet beszélni a prolapszusról, a szexuális diszfunkciókról és a kismedencei fájdalomról. És azt ígértem, hogy ha ezt közösen mindenki végig tűri ezt a szakmai részt, akkor utána néhány érdekességet fogok mutatni. Azért szeretnék újra belenézni ebbe az üveggömbbe, hogy mindenki lássa azt, hogy a nőgyógyászatban, és nem csak az urogynekológiában, általában a nőgyógyászatban is óriási fejlődési potenciál van. Ma már a jövőben nem csak rákszűrés, szülés és egyéb más dolgot csinálunk, amik nagyon fontosak és csinálni is kell, hanem vannak érdekes dolgok is. Kiskoromnak az egyik kedvenc filmje a Junior volt. Hát remélem, hogy azért ez így a világnézetemet nem fogja meghatározni. Minden esetre az, hogy szülész lettem, az biztosan szerepel benne. És Arnold Schwarzeneggel közli, hogy én is édesanya leszek, amire ugye valaki örül, valaki pedig így fog reagálni. És ezen nagyon jól elmosolyogtunk, és egy ilyen nagyon kedves filmes emlék nekem. És hát aztán eljött az, hogy a mély átültetés az valósággá vált. Természetesen nem férfiakba, hanem nőkbe, és 2014-ben megszületett az első kisbaba Svédországban, aki beültetett mével hordta ki az édesanyja. Ez egy óriási áttörés volt, mert vannak nagyon gyakori olyan szindrómák, ahol teljesen egészséges a nő, mindene van, petefészke, melle, teljesen rendben van, de méhe nincs. És ez nem egy ritka dolog, ezeknek a hölgyeknek óriási segítség a mély átültetés,
és ez például a Pennről van, tehát ez az Egyesült Államokban, úgyhogy most a skandináv országban és az Egyesült Államokban is néhány tízben mérhető már azoknak a kisbabáknak a száma, akik beültetett méhből születtek meg. Nagyjából úgy néz ki a sztrodi, hogy kiválogatják azokat, hogy kik lesznek alkalmasak erre, megtörténik a transzplantáció, ez lehet élő donorból, vagy lehet ugye klinikai halálállapotában lévő donorból is. Kap egy nagyon komoly immunrendszer lenyomást a páciens, ezt követően megtörténik a teherbeesés, kiviseli a terhességet, történik egy császármetszés, és annak érdekében, hogy ne legyen immunreakciója, aztán kiveszik a beültetett méhet. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy vesét, ami élethosszig remélhetőleg bent marad, hanem ez kifejezetten célja van ennek a beültetésnek, és kiveszik ezeket a méheket, tehát ma a méh átültetés az realitás, és hát ilyen borsózik az embernek a háta, amikor arra gondol, hogy remélhetőleg valaki fog érdeklődni Magyarországon is a tekintetben, és majd itt is megtörténik az első méh beültetések, vagy méh átültetések, mert páciens az viszont lenne. Ami ettől sokkal gyakoribb probléma, az az, hogy megszületik valaki egészségesen, és nagyon hamar kimerül a petefészke. Vagy, ami még gyakoribb talán, vagy legalább ugyanennyire gyakori, hogy valami történik a petefészekkel, mondjuk tumoros lesz, mondjuk besugárzás alatt lesz, mondjuk olyan vírusfertőzést kap, ami tönkreteszi. És hát itt is vannak nagyon-nagyon izgalmas hírek. Ez pedig Japán. 2013-ban megtörtént az első baba születése, aki gyakorlatilag egy olyan hölgynél született, akinek már nem működtek a petefészkei. Ez idő előtt azt gondoltuk, hogy ha nem működik a petefészek, akkor az örökbefogadás az egyetlen módszer, és ma már látjuk azt, és azért ez 9 éve volt, pont az elmúlt hetekben láttuk, hogy Kínában is ugye ezek zajlanak, de hát az onnan jövő információkat igazából nem tudjuk, hogy pontosan mit is jelentenek. Tehát 2013-ban sikerült petefészket újraaktiválni, ugye ennél a páciensnél is az történt, hogy tudták, hogy gond van, kivették a petefészkét, lefagyasztották, megkapta a sugárkezelést, visszaültették a petefészkét, és az igazán szuper dolog az az, hogy újra tudták aktiválni, újra működésbe lépett ciklusai lettek, és a kisbaba ki tudta teherbe esett, és ki tudta viselni, ő a szerencsés újszülött Japánból. Van egy kis hobbim a nőgyászaton belül, nagyon sokat foglalkozunk különböző algoritmusok, protokollok fejlesztésével, és néhány évvel ezelőtt kerültünk kapcsolatba mesterséges intelligenciával, hogy vajon a szülészet nőgyászatban lehet-e használni a mesterséges intelligenciát, jó-e ez valamire. A mesterséges intelligencia az élet minden területére betört, hogy lehet az, hogy az orvostudományban vagy a nőgyógyászatban nincs benne, hát sehogy, mert ugye nálunk is itt van már a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia mi esetünkben különböző döntéshozó algoritmusoknak az összessége, és amit nem tudunk, egy ezzel foglalkozó nagyon híres kollega a könyvében azt írja, hogy vajon jó-e nekünk az, hogy nagyon profánul a gépek döntenek majd arról, hogy egy adott kezelést valaki megkapjon, vagy ne kapjon meg. Vajon ezek az algoritmusok tudják-e helyettesíteni azt, amit hatodik érzéknek hívunk, és ez nem az, hogy valamiféle csodálatos képessége van az orvoslásnak, vagy az orvosoknak, hanem egyszerűen arról van szó, hogyha valaki évtizedekig nézi a betegeket, és tanulja, és nézi, és nézi, és nézi, akkor olyan intuíciói alakulnak ki ideális esetben, amiket jól tud használni. Ő azt mondja, Desai, hogy talán nem, de minden esetre a döntéshozatalban igenis tud segíteni. Nem kell elolvasni ezt a táblázatot, elég annyiról tudni, hogy a mesterséges intelligencia ma a szülészetnőgyógyászat számos területén ott van, és itt nem valamiféle titkos kísérletekre kell gondolni, hanem amikor mi ultrahanggal egy koponya átmérőt egy kisbabánál lemérünk, akkor már a modern készülékek ezt automatikusan próbálják a kép alapján meghatározni, ami egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus. A film, amit idéztem, ugye ez az AI nevezetű film,
abban az van, hogy a szeretete igazi, de a kisfiú az nem igazi. És ez az igazi félelmünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is, hogy bár a tudás, amit beletápláltunk, az igazi, de ő maga nem igazi, és félelmetes az, hogy esetleg ezek az algoritmusok fognak majd dönteni. Hogyha ezt szeretnénk, vagy nem szeretnénk, akkor én úgy szeretném bezárni az előadásomat, és egy kicsit továbbra is a jövőbe tekinteni, hogy Lincoln azt mondja, hogy akkor tudod a legjobban befolyásolni a jövőt, legyen ez az inkontinencia debreceni ellátásának jövője, a mesterséges intelligencia felhasználásának a jövője, vagy egyszerűen az, hogy mit csináljak jövő hét hétvégén, ha úgy tudjuk a legjobban befolyásolni a jövőt, ha nem ő befolyásol minket, hanem mi befolyásoljuk a jövőt. Úgyhogy én arra szeretném a hallgatóságot kérni, hogyha tudjanak róla, hogy a Debreceni Egyetemen 5 éve működik ez a profil az uroginekológia, tudjanak róla, hogy milyen betegségekkel foglalkozunk, és hogyha van olyan ismerősük, rokonunk, családtagjuk, akinek ilyen jellegű problémája vannak, akkor befolyásolni kell a jövőjét, elhívni hozzánk, és megpróbálunk neki segíteni. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.